A Halloween és a Mikulás parti közötti időszakra időzített új rendezvényen minden a mozivászon sztárjai körül forgott. Kovács Zsigmond, művész nevén Kovzsi karikaturista Szegedről érkezett, igazán ütős tárlatot állított össze az elmúlt évtizedek akcióhős filmcsillagjaiból, harcművészeiből és boxolóiból, ami mellett a vállalkozó vendégeket is szívesen megörökítette. Mindig érdekesnek tartottam, hogy ahány ember annyiféle arc, annyiféle karakter, és nagyon érdekes dolog az is, hogy meglátom a hasonlóságot. Tehát, hogyha utca embereit meglátom, akkor lehet, hogy eszembe jut róla mondjuk Chuck Norris, vagy Bud Spencer, vagy Merki. Hát mindig érdekes volt, hogy egy adott embert hogyan tudok papíron megrajzolni, és ahányszor próbáltam lemásolni az illetőnek az arcát, mindig egy picit túlzásba estem. Tehát az, hogy ha most ugyanúgy kell lerajzolnom valakit, mint hogy a valóságban van, az már most sokkal nehezebb volna, mint hogy rögtön karikatúraként megrajzolni papírra. A muzsika sem hiányozhatott. Budapestről jött el a Hagymatikumba Bud Spencer és Terence Hill emlékzenekar, akik a híres duó filmjeiben hallható darabokkal szórakoztatták a fürdőző közönséget, miközben a témába vágó filmrészeteket is levetítettek. A banda frontembere stábunknak felidézte azt a pillanatot is, amikor igazán beleszeretett a páros munkásságába. Hogy én ugye 74-es születésű vagyok, és amikor én gyerek voltam, akkor ezek ugye real time-ba ott mentek a tévébe, mozikba, 80-as évekbe. És én tulajdonképpen azt hiszem, hogy az első film, amit láttam tévében, az a Különben dűbe jövünk volt. Lehet, hogy nem az volt az első, de arra nagyon emlékszem. Olyan, nem is tudom, hatodikos, hetedikes lehettem, arra nagyon emlékszem, mert emlékszem, hogy a műsorúságban már hetekkel ezelőtt láttam, hogy lesz, és gyakorlatilag így napokig lázba égtem, és az összes barátomnak mondtam, hogy el ne felejtsétek, hogy lesz a Különben dűbe jövünk. Legszívesebben egyébként egybetereltem volna mindenkit, akit ismerek, és haverom is együtt néztem volna velük. A rendezvényre az ország számos pontjáról és a határon túlról is érkeztek vendégek. Molnár Csaba feleségével és unokájával jött el Budapestről Makóra, a fürdő rendszeres látogatói. A Hagymatikum csodálatos, és inkább azt sajnálom, hogy még nincs annyira elterjedve. Jobb lenne, hogyha még többen, még jobban meg lehetne ismerni, hogy bárhova kattintok mondjuk az interneten, akkor sűrűbben előjönne ez a lehetőség, ez a fotó, hát ez csodálatos. Nem csak Magyarország, hanem Európa többi fürdőivel összevetve is egy különlegesség, egy szépség, és a víz pedig jó minőség, az emberek barátságosak, ráadásul a piacon még a sült kolbász is finom. A kézműves foglalkozáson saját filmcsillagjaik mellett még számos apróságot készíthettek el a gyerekek, majd a nap végén filmvetítésre is sor került. Legközelebb december 9-én rendez nagyobb bulit a Hagymatikum, amikor is a hagyományos Mikulás partira várják a fürdőzőket.